Kedves nézőink! Sokaknak talán nem kell bemutatni a Hot Jazz Bandet. Alapító tagjával, Bényei Tamással beszélgetek ma a Siófoki Kulturális Központban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát több évtizede létezik a Hot Jazz Band. Hány éve is? Most már 31. éve. Az alapító, ugye mivel ön alapító tag, hogy jött az ötlet? Hát ez gyerekkori szerelem. Én itt Siófokon nőttem fel. Már eleve a családomban is a zene szeretete az fontos volt. Örököltem a dédszüleimtől egy gramofont, ahol régi amerikai lemezeket és Karádi Katalint is hallattam, ami abban az időben nagy ritkaság volt. Tehát azért tudjuk, hogy a Karádi filmeket a 70-es évek elején engedték újra levetíteni Budapesten egy moziban, és ezrével álltak az emberek sorba, hogy láthassák. Én viszont már 5-6 éves koromban hallottam az ő hangját a lemezeken, és aztán a szüleim tanultak zongorázni mind a ketten nagyon sok évet, és ezért ők úgy gondolták, hogy ne csak a labdát rúgjuk az utcán, hanem beirattak bennünket zeneiskolába is. És akkor indult itt Siófokon a helyi állami zeneiskola, és Apáti János növendéke lettem, aki viszont Louis Armstrong szerelmese, a New Orleans-i jazz muzsikának a nagy rajongója, és teljesen szokatlan módon a 70-es évek Magyarországán alapított egy kis Dixieland zenekart itt a növendékeiből tulajdonképpen. És itt hallottam először meg ezt a zenét, úgyhogy innentől kezdve ez már egy szerelem lett, és már azóta arról álmodoztam, hogy majd lesz egyszer egy saját zenekarom. Mikor sikerült ezt, melyik évben sikerült ezt megalapítani végül? Hát érdekes módon a katonaság és a háború az mindig, hogy mondjam, a jazznek fontos tényezője volt. Tudni, amikor kitört az első világháború, akkor New Orleansba bezáratták a szórakozó negyedet, és a New Orleans-i zenészek, akik kitalálták a Dixielandet, szétvándoroltak Amerikába. Aztán a második világháború, amikor az amerikai csapatok Európába állomásoztak, akkor hozták magukkal a jazz zenét, és akkor Európában is nagyon népszerű a jazz zene. Én viszont katona voltam, ez a privát életem, ahol is megalapult a zenekar, egy laktanában Zalaegerszegen. Ennek pedig az a története, hogy egy művész csoportnak voltam a tagja, zenészként, ám bár én képzőművészeti főiskolás előfelvétel is voltam, és hobbiból zenéltem, de hát gyerekkoromból hoztam a Dixieland muzsikát, meg egyáltalán mindenféle hangszerekkel játszottam már akkor is. És színészekkel voltunk egy kultúrcsoportba vezényelve, és akkor ott készült egy kis musical, ahol mindenféle zene volt, rock and rolltól a heavy metalig mindent játszottunk, és akkor volt olyan nóta is, ami Dixieland. És akkor elővettem a trombitát, és akkor fogant meg a gondolat, hogy na mi lenne, hogyha akkor a régi álmot valóra váltanám. Úgyhogy Zalaegerszegen 1985-ben alakult a zenekar. Akikkel akkor zenélt, még mindig megtalálhatók a Hot Jazz Bandben? Nem, már azok a tagok rég nincsenek velem. Hát ennek hosszú sora van. Volt, aki nagyon lelkes volt az elején, direkt szerette is ezt a zenét, de hát a polgári szakmát választotta. Ő neki nagyon fárasztó volt ez az élet, hogy utazunk, meg nem alszunk, meg hát a zenész világ az egy egészen különleges kis zárt világ. Volt, aki csak lelkesedésből, csak meg akarta ismerni ezt az egészet, akkor ők azért morzsolódtak le. Szóval sok oka van annak, hogy egy zenekarban miért maradnak, miért mennek el. De szép lassan kialakult a mai formáció, sőt még pár évvel ezelőtt is volt egy váltás nálunk. De igyekszem megtalálni, és mindig igyekeztem megtalálni azokat az embereket, akiket érdekel ez, és szeretik ugyanúgy, ahogyan én. Vagy ha esetleg nem szeretik, akkor általam megszeretik. Ez a két verzió van. Igen. Mit lehet tudni a mostani tagokról név szerint, illetve ki milyen hangszeren játszik a zenekarban? Bera Zsolt harsonázik, ő Hódmezővásárhelyről származik, ő is gyerekkorában ugyanúgy Dixi zenekart csinált, megszerette ezt a fúvós zenekari tagok szokták általában, a Dixit nagyon megszeretni. Akkor Fodor László sárvári, ő is ugyanígy fúvós zenekarban, hát ők mindketten zeneakadémiát végzett, magasan képzett zenészek. A gitároson pedig Szabó Lóránt, ő jazztanszakot végzett gitáros. Elvégezte a Fehérváron, a Kodolányin a jazz tanszakot, és Pesterzsébeten is.
Ő megtanult magától banjozni, csak a kedvemért, úgyhogy tudjuk továbbra is a többféle kísérési módokat és színeket alkalmazni. A nagybőgősöm Juhász Zoltán, ő a jazz tanszakon végzett, ugye régen egy szakközépiskolai minősítés volt a magyarországi jazz tanszak. És egy 10 évvel ezelőtt a Zeneakadémiának lett tanszéke, és ezáltal azok, akik korábban ott végeztek, azok posztgraduál még jártak oda, és akkor főiskolai minősítést kaptak tanári és művészi oklevele. Tehát Juhász Zoltán tulajdonképpen akadémiát is végzett. Nagybőgős. Egyébként a ma este játszó Berkes Balázsnak volt a növendék a jazzkonziban. A dobosom Galbács István, ő pedig autodidakta zenész, mint ahogy én is. De hát a dobosoknak leginkább a stílust kell tanulmányozni, azon túl, hogy természetesen járt jó dobtanárokhoz a technikát elsajátítani, de meg kell tanulni. A stílust viszont abszolút mindnyájan, még a jazzkonzit végzett zenészek is a felvételekről a gyakorlatban tanulnak, mint hogy majdnem minden szakmát a gyakorlatban tanulnak. Azért a zenekari élet azért az egy különleges életvitelt követel meg tulajdonképpen túl a fiatalkori lelkesedésen, amikor a zenekarok egy-egy érettebb korba lépnek. Hogy lehet ezt összeegyeztetni egy családdal például? Hát nekem még nem lehet összeegyeztetni, mert még nincs családom. De azért szerettek, barátok vannak. Hogyne, hát meg a kollégáim nevében nyugodtan mondhatom, hát hárman is vannak, akinek 3 gyermeke van. És hát ez az asszonyoknak a... hogy mondjam, a feladata, vagy a terhe tulajdonképpen elviselni azt, hogy mennyit nincs otthon a férj, vagy a hétvégeken, vagy az ünnepi alkalmakkor, amikor más éppen pihen, akkor nekünk pont őket kell szórakoztatni. Szóval ez egy, tényleg egy fordított élet, viszont a szabad idejében meg sokkal többet van a gyerekeivel. Tehát amíg picik a gyerekek és otthon vannak, addig szóval mindenek megvan az előnye, hátránya, akár egy orvos is, hogyha mondjuk ügyeletet ad, és 3 napig nincs otthon, szóval, vagy egy kamionsofőr, vagy egy buszsofőr, szóval azért hasonló szakmák is vannak, akár teljesen más területeken, úgy időbeosztást tekintve. Úgyhogy meg lehet oldani, csak szeretet és szerelem kérdése, hogy elviseljük-e azt, hogy a másik annyit otthon van, vagy nincsen. Úgyhogy össze lehet egyeztetni, ember kérdése ez, hogy hogyan. Én azt gondolom, hogy díjak is vannak szép számmal. Mit lehet erről tudni, illetve tengeren túli sikerekről mit tudhatunk? Hát próbálok rövid lenni. 4 nemzetközi versenyt itt Franciaországban, aminek azért van nagy jelentősége, mert ezt így Magyarországon ilyen óriási távolságból nem tudjuk, de Franciaország a világ közepe. Tehát a középkori reneszánszban Olaszország volt a világ közepe, aztán a 19. században Franciaország, és aztán kicsit áttevődött ez New Yorkra, Amerikára, a 20. században a jazz korszakkal, de valójában a franciák megőrizték ezt a vezető szerepüket. Sőt, olyannyira, hogy már egyre több amerikai jazzzenész költözik Európába, és főként Franciaországba. És ott nyerni jazzversenyt, tehát 60 milliós vagy 80 milliós ország, önellátók mindenből, fantasztikus jazz zenészeik vannak, jazz zenekaraik. És náluk vannak a világ legnagyobb jazz fesztiváljai. Például Nizza, Marciac, ahol csak jazz gigászok játszanak. Tehát a Ray Charles, Oscar Peterson és ilyenek. Most mi itt nyertünk, nem Marciacban, hanem Franciaországban nyertünk 4 nemzetközi versenyt a magunk kategóriájában. És ez egy nagyon nagy dolog volt. A legklasszabb az 1995-ben volt, amikor a francia tengerparton, Saint-Raphaelben rendeztek egy nagy fesztet, 54 zenekar versenyzett ott, ez a világ legnagyobb versenye volt. Ennél nagyobb versenyről én személy szerint nem tudok, hogy ennél több zenekar bárhol, bármikor versenyzett volna. Ezt megnyertük 95-ben. És ezen kívül még másik 3-at. Ekkor egy francia menedzser iroda megkeresett bennünket, akik világhírű jazzzenészekkel foglalkoznak, mint Johnny Griffin, Gary Mulligan, és bekerültünk Marciacba például, tehát híres jazzfesztiválokra, ahova egyetlen magyar zenész. Mondjuk Marciacban jártak magyarok, Olá Kálmán, a híres jazzzongoristánk, ő járt Marciacban egyszer.
mi háromszor voltunk ott, ezen kívül pedig meghívtak Amerikába és Sacramentóba. Hát ennek nagyon szövevényes története van, hogy hogy kerültünk mi oda ki. Elsősorban nekem van egy amerikai barátom, aki hozott nekem egy amerikai újságot. Abban az időben, a 90-es években nem volt internet Magyarországon, tehát semmit nem lehetett tudni, hogy egy fesztiválra, hogy egyáltalán címeket, meg nem lehet. És ebben az amerikai újságban benne volt, ezt az újságot így, hogy West Coast Reg. Ebben benne volt a Sacramento-i nagy jazz fesztiválnak a hirdetése, telefonszámmal, címmel, és akkor én oda küldtem ki CD-lemezt. És egyszer jött Magyarországra az egyik igazgató, akivel szintén sikerült találkoznom, és aztán különböző lobbik által, mert a Joe Murányi például, aki a Louis Armstrongnak volt a klarinétos, ő is találkozott ott, ami szervezett, és ajánlgatott bennünket. Nekem még meg is van a levelem, amit neki válaszoltak annak idején, hogy klassz a zenekar, és meg fogjuk őket hívni. Tehát ilyen mindenféle lobbik által, és mert oda nagyon nehéz volt oda kerülni. Több mint 120 zenekar játszott minden évben. Európából 10-12 zenekart hívtak meg. És ide 6-szor sikerült eljutni. Ez egy óriási seregszemle. Annyit kell elmondanom még zárásul, hogy ott a helyi kaliforniai állami rádió közvetítette az egyik koncertünket, ami ritka eset, tehát nem mást, nem híres amerikai zenészeket, bennünket. És ezen kívül pedig van egy úgynevezett záró ceremónia, amikor 2-3 ezer ember előtt egy nagy sportcsarnokban elbúcsúzik a fesztivál. Ez vasárnap vagy hétfőn a záró napon van. És ide beválogatnak egy tínédzser zenekart, hogy lelkesítsék őket, és a fesztiválnak ugye 120 zenekar között vannak profi, híres amerikai jazzzenészek is. Tehát ők vendégei a fesztiválnak, ők nem úgy résztvevői, mint mi voltunk, a 120 zenekar, hogy nem tudom hány színpadon, nem tudom hányat játszik. Ők is nagyon sokat játszanak, de ők profi fellépíti díjakért játszanak, és ők úgy vannak kezelve, mint sztárok. És ők játszanak ezen a záró ceremónián egy tínédzser zenekar, és mi voltunk kétszer meghívva erre. Szóval ez egy rangos dolog, hogy oda beválogattak. Óriási élmény Amerikába kijutni. Erről talán egy másik korban hosszasan tudnék mesélni. Maga a jazz, mint műfaj, ugyanúgy megoszlik-e, mint a rocknál, hogy van egy kicsit keményebb, van egy kicsit lágyabb? Hogyne. És önök a Hot Jazz Band-el melyiket képviselik? Igen, érdekes módon Hot Jazz Band-nek neveztem el a zenekaromat, és a hot az pont a keményebb. Ez a pattogósabb, ritmikusabb, szenvedélyesebb, inkább effektusokról szól, mint dallamokról, és a sweet, tehát a hot és a sweet hullámzott, állandóan vetekedett egymással Amerikában a 20-as, 30-as években, és mi inkább sweet zenét játszunk egyébként, annak ellen, hogy hotot is, de az én lelkemhez közelebb áll a sweet, és ez lassan derült ki számomra. Én nagyon szerettem ezt a pattogós fajta Dixielandet, de kiderült, hogy sokkal melódikusabb lelkületem van, és éppen ezért játszunk ilyet is, olyat is. Ki írja a zenekarban a számokat? Hát főként én hangszerelek a zenekarban, de egy jazzzenekar, ha mindenkinek megvan a pozíciója, mindenki nagyon jól tudja a feladatát, akkor vannak olyasfajta hangszerelések is, hogy csak beszámolunk, és amit hirtelen ott kitalálunk, az, ezt hívják head-alaknak. Tehát vannak természetesen megírt számok is, amikkel meg akarunk idézni egy-egy stílust vagy kort, vagy hangzást, és ezeket én készítem. De a dalokat nem írok, hogyha egészen pontos akarok lenni, mert több tízezer szerzemény van a jazz korszakból, amit én úgy érzek, hogy feladatunk megmutatni a közönségnek, mert feledésben van. Természetesen tudnék írni is számokat. Aki tud improvizálni dallamokat, az tudna dalt is írni. És írtam is, de talán egy másik életbe, mert egy élet kevés ahhoz, hogy minden, amit kitaláltam, megvalósítsunk, talán egyszer. De szebb feladatnak találom azt, hogy bizonyos korokat megidézzünk, és ezen keresztül közöljük az invencióinkat. De én hangszerelek főként a zenekarban, vagy pedig úgynevezett head arrangot, amit említettem, fül után rögtönözze, mint ahogy a ma esti zenekar is majd így fog játszani. Feldolgozások is találhatók?
Hogyne, hát mit tekintünk feldolgozásnak? Mi igyekszünk inkább úgy mondom autentikusan megszólalni, tehát inkább úgy mondom, hogy eredeti hangulatban interpretálni. Abban más a mi zenekarunk, mondjuk egy régitől, amennyiben más volt egymáshoz képest két zenekar abban az időben. Tehát abban, hogy én énekelek, az én trombita hangom más, mint mondjuk az egy korabeli trombitásé, de a stílus az ugyanaz. Tehát minket úgy kell értelmezni a mi zenénket, mint egy barokk együttest, aki barokk zenét játszik. Tehát tulajdonképpen nem akarunk mi feldolgozni, legfeljebb egy saját, hogy mondjam, interpretációkat adunk elő, de abban a stílusban, annak a kornak a hangzásában, ahogyan akkor megszólalt, a 30-as évek, 20-as, 30-as, 40-es évek eleje. Mi ez a bizonyos három hangzás, amit főként mi játszunk, ez a 20-as évek, amit hogyha valamihez akarjuk hasonlítani, akkor a gramofonoknak ezek a kis charlestonos hangzásai. Akkor a 30-as, 40-es évek swingje, ami egy lüktető, ritmikus valami, és ott aztán vannak a sweeter zenék ugyanabból az ezek a szirupos filmzenék ugyanabból az időből, a 30-as, 40-es évek, a hangos filmnek a hőskora. És a 40-es éveknek a Dixieland stílusa, ami pedig a 20-as éveket idézte, vagy 10-es évek New Orleans-át idézte meg, de már a swing zenészek játszották a maguk szája íze szerint. Ez a három, amit mi főként játszunk. Mi újság a közönséggel? Milyen korosztály található meg a jazz zene köreiben? A mai fiatalokat is érdekli, szeretik, vagy inkább a középkorúak, akik jobban eljárnak ezekre a koncertekre? Hát ez nem korfüggő. A hangzás az a lényeg. Egy pici gyereket is, ha megfognak ezek a hangok, vagy egy idős urat, hölgyet, akkor nincs. Tehát ez kortalan ez a zene. Míg a beat zenéről sajnos el kell mondjam, hogy igencsak nevetséges, amikor látom az őszajú, görbet hátú rockereket felmenni a színpadra, és próbálnak még olyan vitalitással játszani, és már nem megy. Mert annak a zenének az a mozgatórugója. Ennek pedig nem, ennek a dallam. Tehát tulajdonképpen, aki jazz zenét játszik egészen fiatal kortól, az előbb említett hajlott korig, jól mutat a színpadon, és illik pontosan hozzá. Igen. Hát most már nagyon egyszerű ennek utána nézni, mert a YouTube-on garmadával a felvételek. Tehát ha beütjük ezt, hogy Benny Goodman, akkor lehet őt látni, amikor 20 éves, és lehet látni 81-2 éves korában, amikor kitűnően még mindig ugyanolyan jól játszott majdnem, mint fiatalon. Ő volt talán az egyetlen ilyen zenész, akinek a játékában szinte nem érezni öreg korában a különbséget. De lehet játszani öreg korban is, igen. Ez nem függ kortól, mint ahogy mondjuk a Silábi újjeljejét, azt már úgy 80-es bácsikáktól nem biztos, hogy megnézzük, vagy nem nézzük olyan ízzel. Kezdődik ugye egy Siófokon a New Orleans Jazz Festival. A Hot Jazz Band részéről mi lesz a repertoár a közönségnek? Ezt mindig talán, szóval vannak koncertjeink, amikor előre megírom, hogy mit fogunk játszani, de az esetek 99%-ában a hangulat dönti el. Elsősorban mivel New Orleans Jazz Festival, ugye New Orleans Jazz az egy elnevezés, az egy szinonimája a Dixielandnek. Tehát Dixielandet is fogunk játszani. De mivel mi azzal lettünk ismertek és közkedveltek, hogy régi magyar számokat is játszunk, ezért ez sem maradhat ki a repertoárból. És a legújabb próbálkozásunk vagy munkánk, ami majd rövidesen formát ölt, ez pedig, hogy régi időkből, tehát a 40-es, 30-as, 40-es évekből gyerekdalokat szeretnénk játszani, ami természetesen a felnőtteknek is ugyan élvezetes lesz, mert hogy nem változik a hangzásban semmi, csak a témája a daloknak állatos, meg ez az ilyen kis autós, meg nem tudom milyen számok. És ebből is fogunk egy-két dalt eljátszani.
Volt olyan egyébként egy-egy fellépés alkalmával, hogy van egy idő, hogy mondjuk 60 percig játszanak, vagy 30 percig, és aztán annyira belejött a közönség a lelkesedésben, hogy ezt jóval túlhúzták. Hogyne, hát de ennek van egy koreográfiája, tehát van egy bizonyos a szerződésben kért és megírt idő, van, amikor abba kell hagyni időben, mert jön egy következő fellépő, tehát nem. De van, amikor muszáj még egyet, meg már a szervezőre nézek, hogy na még, és akkor még egy mehet, és akkor gyorsan le kell pakolni. Ez jó érzés a zenekarnak, hogy ennyire ünneplik, nem? Hogyne, hát tulajdonképpen az az igazi fizetség, igen, hogyha visszatapsolnak bennünket. Hát nézze most, én azt gondolom, hogy voltak olyan koncertjeink, hogyha hagytuk volna, tehát nem lettünk volna már, mi annyira fáradtak, hogy na már még egyet már nem tudunk eljátszani, akkor lehet, hogy még fél órát vagy háromnegyed órát simán tudtunk volna, annyira visszatapsoltak bennünket. De úgy általában egy olyan 3-4 számot mindig szoktak kérni, de mondjuk 2 az a legkevesebb, amit ilyen ráadásként szokunk játszani. Úgyhogy erre is mindig gondolni kell, ha az időt nézzük, hogy beleférjenek még ezek a ráadás számok. Hogyha itt a Siófoki New Orleans Jazz Fesztiválnak vége lesz, akkor a közönség hol találkozhat a Hot Jazz Band-del? Mi a további terv az év folyamára? Vannak nagyon jeles koncertjeink. Július 15-én az Óbudai Társaskörben leszünk Budapesten, és idén 150 éves a Fővárosi Állat és Növénykert, ahol már 11. éve koncertezünk, és itt augusztus 3-án fogunk játszani. A Hot Jazz Band kibővül egy 11 tagú big bandé, és ezeket az általunk játszott régi magyar számokat a teljesen korhű, legautentikusabb hangszerelésben és hangzásban adjuk elő. Ez már nem az első alkalom egyébként, lesznek táncosaink is, táncbemutató. Ezen kívül lesz egy erdélyi turnénk, remélhetőleg július 22-én megyünk. Azután van az augusztusi. Hol tájékozódhatnak a nézők, hogyha így fejből nem megy? Van egy honlapunk, a www.hotjazzband.hu, és a Facebook oldalunkon is közöljük folyamatosan a koncertjeinket. Itt mindig friss események találnak. Igen, mindig a elkövetkezendő hónapot igyekszem mindig egy olyan intervallumot, hogy a következő hónapot mutatom meg a kedves közönségnek. Lesz még reményeim szerint ősszel, november 20-án vasárnap a Solti Kamara zenekarral egy koncertünk. A Kongresszusi Központban tervezzük. Itt még nem mondtak igen, tehát ezt még várni kell erre. Viszont évvégén van a Nagy Művelődési Házban egy előszilveszteri koncertünk december 30-án. És 31-én viszont együtt szilveszterezhetnek velünk a Zeneakadémián az Amalinda Kossuth Díjas ütős együttessel fogunk játszani, és vendég lesz még Presser Gábor is, ami nekem nagyon nagy, ez nagy szabás, élmény lesz, mert a Dixielanden kívül el kell, hogy mondjam, amit igazán szerettem, rock vagy pop zenét, az az LGT volt gyerekkoromban, és betéve tudom a nótáikat. Úgyhogy biztosan eljátszunk egy-két számot tőlük. De ez jó, hogy úgy fog menni szilveszterezni, hogy dolgozik is, és tulajdonképpen mint közösség is. És mulat is, úgyhogy ez abszolút minden egyben lesz. Igen. Úgyhogy várom mindenkit szeretettel, nagyon jó koncertnek ígérkezik. Kedves Tamás, én nagyon szépen köszönöm ezt az élvezetes beszélgetést. Szívesen. És én nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban, nagyon sok köszönöm. Kitartást kívánok a nyári, meleg nyári fesztiválokhoz, és aztán a folytatásban az őszhöz, a télhez, és hát az élvezetes szilveszterhez. Igyekszünk, és várom mindenkit szeretettel. Kedves nézőink, köszönöm szépen, hogy nézték adásunkat, tartsanak továbbra is a Balaton Televízió műsoraival, minden jót kívánok, viszontlátásra!